Szerdától U18-as világbajnokságnak adott Honszékesfehérvár. Az ifja Bocskai Gábor jégcsarnokban a magyar válogatott mellett Lengyelország, Fehér Oroszország, Ukrajna, Kazaksztán és Ausztria legjobb fiatal játékosai lépnek a jégre. A divízió 1-es VBB csoportja nagyon erős és kiegyenlített. A magyar csapat célja a dobogóra kerülést tudtuk meg Kovács Zoltántól, a Magyar Jégkorongszövetség főtitkárától. Ismerve a székesfehérvári szervezőket, Bocskai Gáborékat, ebbe azt gondolom, hogy biztosak lehetünk, jó Torna lesz. Fontos, hogy a válogatott jó szerepel. Én azt gondolom, hogy ha az első három helyen valamelyikén vészünk, akkor nagyon-nagyon örülhetünk. Az U-18-as csapattal egy éve dolgozó kanadai szakember, Erik Thurston szerint sok jó magyar játékos, de kiemelkedőt kell nyújtani az együttesnek, hogyha jó eredményt akar elérni. Minden versenyen, amint részt veszünk, a célunk, hogy nyerjünk. Ezért dolgozunk keményen. Én edzőként ebben a szellemben készítem fel a csapatomat. Ha azt mondjuk, hogy nyerünk, legyünk. Jók az nem elég nagyszerűnek kell lennünk a célunk hogy játszunk öt remek meccset ez a sport lényege amikor bedobják a pakkot indul a játék nekünk pedig tudnunk kell hogy elég erősek vagyunk és a legjobbat kell nyújtanunk Öt kiváló csapat érkezik hozzánk, mind ugyanazzal a célral. Nekünk fontos, hogy ebben a csoportban maradjunk. Játékosaim már nagyon izgatottan várják a kezdést. Nekünk a legjobb tudásunk szerint, és technikailag tökéletesen kell játszanunk azt a rendszert, amit tudunk. Valamint fegyelmezetnek kell lennünk. A végén pedig kiderül, hogy ez mire lesz elég. A Szapa Fehérvár AV19 idei meccseit rendre teltház előtt rendezték. Ocskai Gábor, a szervező bizottság elnöke elmondta, szeretné, ha sok néző lenne ezúttal is a lelátón, ennek megfelelően alakították ki a jegyárakat. 18 év alattiak diákigazolványa mind a 15 mérkőzést ingyen megtekinthetik. Belépőjegy egyedül a magyar mérkőzésekre szükséges, az is nagyon jutányos áron. 500 forintért lehet egy állóhelyű belépőt venni, és 1000 forintért egy ülőhelyi belépőt. Nagyon ráférne a gyerekeinkre az, hogy 1500-2000 néző legyen, és biztassa őket, mert meccsenként egy-két gólt jelenthet. A szervezők túl vannak az utolsó simításokon, a csapatok megérkeztek, minden készen áll tehát ahhoz, hogy Székesfehérvár ismét jó házi legyen, egy rangos nemzetközi viadalnak, és reményeink szerint a nyolc volán játékossal felálló magyar együttes is megörvendezteti a mindig lelkes fehérvári közönséget.